Yo, what's good YouTube? Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt egy újabb nyitogatós videóba. Jött a patch, bejöttek az új skinek, amik szerintem nagyon jók. Plusz hozzá ilyen kis keretek, kromák, mit tudom én, de ami itt a lényeg, azok ugye az új orbok, amikből itt 15 darabot fogunk ma kinyitni. És ja, ezeket fogjuk megnézni. Kezdjük is szerintem. Battle Queen Janna. Nem is tudtam, hogy ilyen skin van. Jannára. Jól néz ki egyébként, tetszik. Ocean Song Yone. Hát... ezek az Ocean Song skinek, ezek ilyen pool party szerű skinek, legalábbis nekem olyasmiknek tűnnek. Nem nagyon láttam őket, de ez a jó például nem tetszik. Circled. Arcana Hecarim, na, ez nem rossz. Ezek az Arcana skinek elég jók. Ezt se láttam még amúgy ezt a skint Hecarimra, de jól néz ki. Akadémű Vladimir. Kinyitottam már, hogy százszor legalább. Dragonwing Corki. Nem rossz. Star Guardian Nico. Star Guardian skineket szeretem, amúgy ez nem rossz. Talán meg is van, nincs. Surfer Singed. Ez jó skin, ez szerintem a Singed-re az egyik legjobb skin, ami van. Meg is van ez a skin rá. Nem mintha sokat játszanék amúgy a Champel, de szerintem amúgy ez egy tök jó skin rá. Arcana Rakan. Finally valami. Én nagyon szeretem a Rakant, mint support amúgy. Régen sokat játszottam vele, level 7-es is vagyok vele. Sajnos most annyira nem meta a Rakan, és annyira nem is nagyon játsszák, sőt egyáltalán nem láttam mostanában egy Rakant se. De ez a skin ez nagyon jó rá. Ez kelleni fog majd mindenképp. Battlecast Alpha Skarner. Kis legendary skin. Plusz egy kis Mythic Essence. Battle Bunny Riven. Nem rossz amúgy, csak már ilyen régi. Stilo. Sirene Cassiopeia. Santa Draven. Ez szerintem megvan a Draven-re. Ja. Royal Shaco. Annyira nem. Samurai Yi. Na. Érték sorrend, aztán nyomatunk egy pár rerollt itt az olcsóbb skinekből. Jött egy jó pár ilyen olcsóbb skin is, egy nem bánom. Mert szeretem a kis rerollokat. El Macho Mundo. Okay. Mundo egyébként egy nagyon OP topos, tehát volt nekem nemrégiben egy olyan időszakom, hogy itt topon játszogattam, nem sokat egyébként, egy ilyen 20 meccset körülbelül, de lehet, hogy sokat mondok, de lehet, hogy keveset, nem tudom. És ez a Mundo, ez olyan OP, hogy röhögve nyertem vele a lént folyamatosan. Halhatatlan OP. Nagyon komoly. Na, egy kis Hextech Chest, hozzá kulcs, és egy SSV talon. Ami amúgy jó skin talonra, szerintem, csak már ez is ilyen régebbi. Na, még egy rerollt nézzünk, a Mondó vagyok.
be kell hozzá dobni egy epiket. Legyen mondjuk a Graves. Stinger. Akali. Érdekes, amúgy nem nagyon láttam még ezt a skin téve, nem nagyon rémlik, de így a splash-át alapján amúgy tök jó. Tök jó, tetszik. Nem rossz. Kinyitjuk gyorsan a ládát, amit kaptam. Astronaut Poroward. Nyitunk még egyet, mert volt egy kulcsom. Ha még egy szörklet, köszönöm. Előbb kellett volna kinyitni a ládát, hát ha jön valamilyen skin, amit be tudok rerollolni, és akkor most megmaradt volna az az Epic Graves skin. Na mindegy. Ez nem kell. Nyomjak még egy rerollt. Két epikkel, meg ez a szörkled. Hogy az már too much, két epiket benyomni a rerollra. Én sajnálom ezek egyébként az epikeket elrirollalgatni. Hát menjen. Úgyis van 5000 sárga eszenciám. Most igazából ki akarok venni valamit, arra úgyis lesz. Na. Little Devil Fizz. Nem rossz így a splash chartja alapján. Mondjuk úgy, hogy kibékülök ezzel a rerollal, nem volt olyan rossz. És akkor a Santa Draven az nem kell, meg hát meg is van. Itt van egy kis komolyabb Arcana skin gyűjtemény, amiből a Rakan az ugye kell. Nagyon jól néz ki. Ez a Janna is jöhet, mert tetszik. Plusz még kiveszem szerintem a Hekára. Mert nem vagyok egy olyan nagy Hekarim player, de ha na, talán előfordulna, hogy Hekarim mozog, akkor meg legyen az a kis skin. Okay. Ryze, egyébként a Ryze is jól néz ki, de nem tudom, nem nagyon szoktam Ryze-ozni. Ez a Skarner, ez nem kell. Betöröm ezt a Ryze skint is. Mai napon 7 darab skinnel bővült itt a gyűjtemény. El Macho Mundo, SSV Talon, Stinger, Akali, Little Devil Fizz, Arcana Rakan, Battlequeen Janna és Arcana Hecarim. Nem rossz egyébként, most 7 darab skinből 5 epic. Az nem egy rossz cuccos. Ugye abból 3-at én aktiváltam, 2 rerollból jött, ami epic. Megjött 2 ilyen kis alap skin, de legalább legacy. Szóval azt lehet mondani, hogy legalább valami. Amik amúgy jók. Szóval elégedett vagyok most a rerollokkal is. Mert tök jók. És hát ennyi lett volna ez a kis nyitogatós videó. Itt vannak egyébként itt a kezdőlapon az új skinek, aki még nem látta volna őket. Szerintem nagyon jók. Nekem nagyon bejön ez a kis fekete alapon ilyen kis színek, kavalkáda. Nem tudom, nekem tökre bejön. Plusz hozzá szeretném tenni még így a végére halkan, hogy ugye vasárnap VB döntő lesz. Szóval remélhetőleg jönnek majd az új T1-os skinek, ugye? Let's go T1! Reméljük behúzzák a vint, nagyon szurkolok nekik. Faker for president. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyetek jók. Sziasztok!